Üdvözlök újra itt mindenkit, az Alkonyat erdőben, én vagyok Egon, és visszatértem a bázisomra abban a röpke időben, amit nem vettem föl, de természetesen nem történt sok dolog a közben, szóval épp csak egy minimális ellenállásba ütköztem, azt hiszem két zombival, meg egy csontvázzal, semmi lényeges, meg kijavítottam ezt a kovacsákányt, és ezen kívül pedig tömbösítettem azt a sok vöröskőt, ami összegyűlt még pluszba. Nos, akkor van egy jó hírem, mondhatom így, hogy eszembe jutott, hogy lehetne itt fejleszteni ezt a csákányt, mivel ez nem a sima Minecraft. És ezt mindig elfelejtem. Ne, tehát esetleg meg lehetne próbálni azt, hogy ilyen szerencse bónuszt rátenni a csákányomra. Igen. Te jó ég, 450-szer fejleszthető? Úristen. Na, ettől szerencsés lesz a csákány a lazurittól. És azt hiszem, van bőven lazuritom, amit felhasználhatok erre a célra, szóval annyira nem sajnálom, hogyha elmegy rá egy elég sok. Ja, csak annyi izé van vele, hogy most így kattingatni. Mondjuk annyira nem lesz vészes. Meg ahogy olvastam a könyvben is, van rá esély, hogy hamarabb felfejlődik esetleg. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tök jó lenne, hogyha fejlődne kicsit gyorsabban. Mert ezzel, mint ahogy a könyvben is lehetett olvasni, a negyedik részben olvastam fel teljesen a könyvet, de egyébként eddigre, ekkorra már valószínűleg felteszem azt a videót, amiben mind a három könyvet felolvasom, ami jelenleg a játékban van, hiszen az azért több embernek lehet jó, akik esetleg mondjuk nem kíváncsiak a sorozatomra, és csak a könyveket szeretnék tudni, hogy mit írnak. Ez gondolom növeli a hatékonyságát, gondolom én. Na ja, szóval ezzel szerencsés lesz, és akkor több ércet dob. Hát igen, így is problémám van azzal, hogy hova tegyem ezt a sok ércet, de azért mégis jobb, hogyha később több anyag van, amiből dolgozhatok. Ennek a kis kellemetlenségnek a zárán. Meg egy másik dolog, amire rájöttem, így ahogy olvasgattam, meg nézelődtem egy kicsit, nem sokat, mivel nem sok olyan rész van, amit ne vennék föl, így az FTB Unleashed-ből, hogy ahhoz, hogy én csináljak kaszát, kell egy ilyen fém eszközállomást készítenem, ilyen Tool Forge, ez az angol neve neki. Na, mindjárt 100 lesz, és akkor szerintem abba is hagyom. Tehát a kaszához, vagy más ilyen nagyobb eszközökhez kell olyat csinálni, hiszen, mint látható, itt bal oldalt egyik olyan nagyobb eszköz sincsen meg. Jó, és pont 100 lett. Ó, és kaptam egy szerencsét, azzal, hogy 100-ot rátettem. Na, ez tök frankó. Oké, és ja, meg még a másik dolog, amit rá lehet tenni, az a vöröskő, amiből szintén borzasztóan sok van. Úgyhogy azt sem sajnálom, egy csöppet sem. Na, nézzük. Aha, ebből csak 50 kell. Az jó. Ezzel is mondjuk elég gyorsan végeztem, szóval annyira nem gáz szerintem. Úgy, ráteszek 50-et. Én nem bánom. Vöröskőből rengeteg van egyszerűen, rengeteg. De a legtöbb az a vasból van. Abban van iszonyat sok van. Hát ehhez az eszközhöz ez a kettő a legjobb szerintem, mivel ennek nagyon kicsi a tartósága, abból adódóan, hogy csak kova, nem pedig ilyen kohászatban készített anyag, mit tudjam én, például vas, vagy manyulén, hogy ilyen nagyon nagyot mondjak így hirtelen. Ajaj, meg mögöttem van egy zombi, ahogy hallom. Na mindjárt kész is van, aztán megyek tovább bányászni. És az utolsó. Oké, és
Nem. Ez lenne az utolsó módosító. Na így most már jó gyors is lesz. Okés. És akkor ezeket meg visszaalakítom. Tömbökké. Meg szerintem berakok még a porlasztóba még több ércet azért, hogy ne legyen itt feleslegesen, ne álljon feleslegesen. A számítógépem is ezt szoktam csinálni igazából állandóan, hogy például, hogyha nem csinálok semmit rajta, vagy nem is azt, hanem hogyha én nem vagyok mondjuk a közelében, akkor csak úgy bekapcsolva hagyom, de akkor is beállítom, hogy mondjuk rendereljen egy videót, vagy valami ilyesmi, hogy azért mégiscsak valami hasznosat csináljon addig is, amíg én nem tudok itt lenni, hogy felügyeljem, hogy dolgozzak rajta. Na, akkor mi is kell? Nem viszem magammal ezt az eszközállomást. Jó. Meg tudom, mit lehetne még csinálni. Ezt alig használom. Nem is tudom, mire jó igazából. De most erre tökre nincsen szükségem. Ezt szerintem át is teszem. Ide, itt vannak a vegyes cuccok. Igen, és akkor szerintem csinálok még egy ilyen bányász táskát. Na hát igen, az meg megint teli van. Jó, most már üres. Oké, és akkor mi az, amit arany, arany, még nincs egy berakva. Meg vöröskő is itt van még. Azt a mennyi vason még mindig. Ez meg nem csinál semmit? Hát milyen dolog ez? Hát akkor rakok is be már is. Úgy, dolgozz fel vasat. Van szened? Van szened. Vizet azért még adok neked. Úristen, megint beszélek a gépekhez. Kezdem úgy érezni, hogy megőrülök. Jó, ennek még több vizet kéne adni. Meg mennyi szene van? Hát van elég. Egy jó darabig még van elég. Oké, és... Úgy. Ebben mennyi víz van. Jó. Adok még nekik, aztán szerintem indulok is. Ezek még dolgozzák fel azt a rengeteg vasat. Úgy. Jó. Meg kéne kajálni valamit mondjuk. Hát mondjuk itt ez a rohadt hús, miért is ne legyen meg akkor. Oké, és... És akkor nézzük csak. Ja igen, ezt a vörös követ átalakítani tömbből ki. Tudom, hogy lehetne gyorsabban igazából. Fogom így ezeket, és így megfelezgetem jobb egérgomba. Úgy, megint megfelezgetem. Úgy, és megint megfelezgetem. Így. Ez a leggyorsabb módszer szerintem. Habár biztos van egy ettől is gyorsabb módszer. Tehát jó ég, mennyi vörös kevem van. Na, azt majd lehet használni más cuccokhoz. Hát, basszus. Ez tényleg rohadt sok. Na nézzük akkor. Tényleg meg van egy ilyen emeráldom. Igen. Emeráldal pedig csinálok egy olyan dolgot. Ez tényleg, ez szerintem nagyon kell, legalábbis nagyon szeretném ezt. Hogy. Fonál hol van. Azért, mert akarok egy ilyen sejmes eszközt, amivel kiszedem a keltetőket, hogy magammal vigyem. Mert azt hiszem, ki tudom vele szedni. Úgy. 1, 2, 3, 4. Ó, nincs elég fonál. Francba. Kell még fonál. Mi a fene ez, miért esik ki? Csak egy darab, jó. Ferrosz. Az meg mi a franc, és hogy kerül ide? Ez a fémes fém. Vasas, vastartalmú fém. Meg van kiégetve is. De fura. Nem emlékszem, hogy én ezt ilyet kiégettem volna. Nagyon fura. Na mindegy. Alumínium. Cinabarit. Ezüst. Oké, és akkor... Ja igen, vasat akartam. Két vas. Úgy. És akkor két fonál. Két gyapjú is kéne. Az a szemét van, nem? Gyapjú nekem valahol. Nem, itt nincs gyapjú. Akkor itt van gyapjú. Itt sincs gyapjú. Itt van gyapjú. Legyen már. Miért nincsen?
Az gáz. De van nekem ilyen vágó eszközöm. Ilyen vágó István eszközöm. De az sem itt van. Ja, de itt van. Jó. Azért, mert csinálok szerintem még egy ilyen hátításkát, amivel több ércet tudok majd felszedni. Ezt mondjuk hamarabb is megcsinálhattam volna igazából. Na, nézzük csak. Bárány találok-e valahova. Sajnos diszkót nem tudok a közelbe, szóval nincs itt biztos hely, ahol kereshetek. De hát azért megpróbálkozok itt körülnézni, hát ha találok. Bírom, hogy pont akkor, amikor kellenének az állatok, akkor nincsenek, de amikor útban vannak, akkor mindig vannak. Akkor mindig, mondjuk amikor vöröskövet akarsz csinálni, hát vöröskövet akarsz lepakolni. Meg erről jut eszembe, láttam ott azon a... Kalapos. De jól nézel ki! Azt a de király! Van ilyen kalapos mod is. Azt is beraktam. Abraham Lincoln kalap. Ez de jó. Na. De nekem most nem ez kell. Hanem... Nézzé kell. Bárány. Na, azt hol találok? Mondjuk ezeket a kalapokat is nem tudom, hogy lehet felvenni, vagy ilyesmi. Meg erre vagyok kíváncsi néha. Jaj, várjál, hát ezt oda lehet tenni a hátára? De király, hát akkor nem, egyel kevesebb helyet foglal. Azt a de Franco. Meg oda nem tudom, hogy lehet ilyen nyakláncot meg ilyesmit tenni, ezt majd meg kell néznem. Majd utána kell járnom valahol, valahogy, valamikor. Ó, tök, de jó. Tök jó. Ezt magammal viszem. Fejemre nem teszem, de azért magammal viszem. Meg mi van nála itt? Monacit a kezembe? Ja, monacit. Jó van, oké, hol lóg, de... nekem izé birka kéne. Egy bárány. Nem feltétlenül Attila, csak bárány. Bármilyen bárány. Na, kajám is. Elfogyott. Fene. Nem tudok futni tovább. Aj, de jó. Ez meg mi a fene? Ilyen magason? Ez komolyan? Kvarc. És én lementem a föld alá miatta. Lementem a föld alá, pedig itt volt a átkozott felszínen. Rohadt kvarc. Pedig sokkal hamarabb szerezhettem volna. Mondjuk eleve nem is ezzel kellett volna foglalkozni, nem is ilyen kvarcot kellett volna keresni, hanem egyből már ilyen orlasztót csinálni. Mint amit most is van már, hiszen az automatikusan dolgozik. Baromi jó az az FTB, csak... nem könnyű belejönni. Meg szépen felgyorsult ez a... Mi a fene? Jobb egérgombot nyomok, és akkor leteszi ezt? A mellett, az előző ércet letezi? Mármint az előző kockát leteszi? Ez de király! Ez tök jó! Akkor lehet így, nálam egy szerszám, meg egy izé... lehet nálam egy szerszám, meg a blokk, amit éppen le akarok tenni. Ez így tök király végül is. Fú, basszus! Miért pont szenet szedek? Hiszen bárányt akartam keresni. Szénből meg, hát... Mondjuk nem árt, de van már elég, azt hiszem. Nagyon is azt hiszem. Meg vasból is van már elég. Egon, miért szedett ki a vasat? Annyi vasad van már otthon. Ilyenkor jön az a, hogy is mondjam, kettős érzés, kettősség érzése, hogy igen, otthon van már egy csomó, tudom, de azért mégis jól jön, ha egy kicsit több van. És nem. Felesleges. Mondjuk ez mondjuk jól jön, azt hiszem. Ez a víz. Na, meg ez micsoda. Jaj, biztos cín. Mindig arra mondom, hogy ez micsoda.
Komolyan, mostantól kijelenteni fogom, hogy ez micsoda. És akkor tudni fogom, hogy ez micsoda. Mert amire azt mondom, hogy ez micsoda, az cím. Itt meg mi van? Láva? De én most nem ezt akartam csinálni. Egon, olyan könnyen elterülődik a figyelmem. Komolyan. Meg magamhoz harmadik személyből beszélek. Nagyon fura vagyok. Még egy ütés. Csá. Na, legalább kaptam húst. Király. Hely, hol van a húsom? Ezt még nem kéne lezárni. Talán ebbe van. Ja. Itt van nekem hús. Rendes hús. Tök király. Okés. De most bárányt kéne keresni nagyon gyorsan. Na. Valahol egy bárány. Akárhol. Hát nem a barlangból ne gond, szóval hagyd abba a barlangászás. Légy szíves. Légy szíves. Ja, egyébként rendesen valóságban is szoktam magamhoz beszélni. Szimplán ilyen borzasztó alak vagyok, hogy rám kell szólni állandóan. Szörnyű, tényleg szörnyű. Na, bárány valahol, akárhol, akármilyen, csak egy bárány végre. Könyörgök. Egy tömb vasat adok egy bárányért. Csak most jöjjön. Kérem szépen. Ott biztos nem lesz oda lenn. Na, az bárány? Az a kék. Az bárány, ugye? Ja, igen, kettő is van. Ó, de jó. Megnyírlak titeket. Ha-ha. De viccesek. Gyapjú nélkül. De viccesek. Meg kivágok majd egy ilyen fát. Tényleg egy ilyen fát, és szerintem el leszek látva egy darabig fával. Ja, meg ahhoz kéne majd szerezni egy olyan rendes boltát. Ilyen favágó boltát, amivel ki lehet vágni hatalmas tömböket a fából. Jaja. Na, itt óvatosan. Megkerüljük inkább. Hé, hey, ez nem egy pók. De az egy pók. Te, én oda leereszkedek. Hát kell a izé is, fonál is. Szépen óvatosan. Lemegyek. Mondjuk használom az ásót. A franc. Nem egészen így gondoltam. Na mindegy. Az mi? Az mi a fején? Micsoda, ez is egy sapka. Azta. Mi a fene? Ugye kaptam fonalat tőle. Ja, kaptam fonalat. Nagyszerű. Az kellett nekem. Na, ha már itt vagyok, akkor ezt is kiszedem, ezt az ezmit. Na, így kell, így kell. Nem kérdezem, kijelentem, és akkor már tudom. Ez meg arany úgy tűnik. Ja, ezt nem tudom kívánni ezt. Onacitot viszont igen. Aha, némá annak is van kalapja. Nem, nem lősz le. Jaj! Ha! Neked nem milyen nyilat van? Arra ide! Adod ide. Nem adta ide. Fene. Na, akkor szerintem vissza is fordulok, miután azt a kalapot megszereztem. De annak is van valami a fején. Mi a fene? Mi a fene? Tentakul. Pokémon sapka. Jó van. Oké, és ezért meg kéne gyógyulni gyorsan. Itt meg még több kvarc. Hát a franci. Akkor van rengeteg, amikor már nem kell. Mondjuk kelleni fog később biztosan, de... Hát ez nagyon szemétség. Meg vizes. Vizes elem. Vízszilánk. Jaj, basszus. Magyar vagyok. Ez nagyon gáz lesz. Van a víz. Szilánk. Meg van a víz szilánk. Francba! Nyelvi akadályok, segítség! Ne! Ne, ne, ne! Ez nagyon gáz lesz, ez nagyon gáz lesz így. Gyerekek, ezt már most látom, hogy nagyon gáz lesz. Na akkor visszamegyek, azt csinálok egy ilyen, az nem tudom mi. Egy ilyen sejmes izét. Sejmes csákányt, vagy nem tudom mit.
Na megint szintet léptem. Na megint 40-es vagyok. Jaj, de jó nekem. Na megint leteszi ezt. Itt nézem. Ezt nem tudom kimenyezni. Ezt még igen. Úgy. Oké. És akkor húzok visszafele. Na csak valahogy innen ki kéne mászni ebből a szakadékból. Nem tudom, hogy megy, hogy fog az menni. De ezt látom, hogy ez a kis rohadék nem fog segíteni nekem. Mondjuk pár ízét ad. Szajrét. Jaj, húzz innen! Tűnés! Kis rohadékok. Az az arany mondjuk jól jön, köszi. Na? Hát erre nem fogok kijutni. Hát akkor kell mondjuk ez a föld, ez jó lesz. Erre a célra tökéletesen megfelel most. Úgy. És... így. Így ügyeskedve kijövök. Imádok így ügyeskedni. Mondjuk ebbe szoktam sokszor belehalni igazából. Nem érdekel. Na. Úgy. És... így. Jó. Oké. Jó. Mondjuk még nem használom az ásómat, komolyan. Annyira megszoktam, hogy nincsen ásóm, hogy nem is használom. Oh! Basszus, az meglepett. Az meglepett. Rohadék. Megleptél. Megleptél. Még szerencsében van páncélom, meg aránylag hamar reagáltam. Meg rád is. Ha! Ez meg eltört. Frankó. Na, nálam van az élő halott kard, úgyhogy retteg. Rohadék. Haha. Tényleg. Egyébként. Ez lehet, hogy nem tűnt fel nektek, de igazán van. A zombi tényleg egy rohadék. Én meg a fárasztó poénjaim. Na basszus! Á! Azért nem kéne pont ettől meghalni, hogy egy zombi lelök. Ez azért nagyon ciki lenne. Na, húzz innen. Nem fogok meghalni tőled. Ne is reménykedj benne. Úgy. Okés. Cselkány kiavítva. Gyerünk ezt is felszedem. Nem! Ne szórakozz velem! Ne szórakozz Egonnal! Azt a filmet egyébként tudom mindenkinek ajánlani, ne szórakozz Zohannal. Na jó, nem mindenkinek, de... emberek többségének tudom ajánlani, mert... baromi vicces film szerintem. Tényleg, ti láttátok azt egyébként? Sőt, ha láttátok, akkor mi a véleményétek róla? A francba itt van egy... oké, na most tökéletes alkalom. Uranium. Uranimu. Jó, jó lesz, nem érdekel. Négy. Oké. Jó. Kész. És akkor itt hagyok egyet. Uranimu. És majd ide visszajövök egy vascsákánnyel, vagy valami ilyesmivel. Jó. Akkor megvan minden, most már tudok csinálni. Ezért, hogy hívják már? Tudok csinálni magamnak végre egy hátizsákot, tudok csinálni magamnak akkor egy sejmes csákányt, és szerintem ennyi igazából. Úgyhogy folytatom majd a bányászást a következő részben, de szerintem ez a rész se telt azért éppenséggel haszontalanul. Úgyhogy addig is, sziasztok!